Hogy és olyan koncertünk vége felé közeledve végre tudok inni, és egy port vizet, mert mostanában kiszállás színén voltam, és bemutathatom ennek a csodálatos zenekarnak a tagjait. Már nem azt mondom, hogy csodálatos, hogy magunkat fényezem, hanem mert én úgy szeretem őket. Szóval a doboknál, hölgyeim és uraim, a villámkező, de még nem multimilliómos dobos, az utánozhatatlan, a zenekar legfiatalabb tagja, aki tegnap volt fodrásznál, attól ilyen szép. Nagy tapsot kérek a csodálatos Sándor Balázsnak, hölgyeim és uraim. Basszus gitárnál, hölgyeim és uraim, az ember, aki soha nem jár fodrászhoz. Viszont mindig ilyen szakárrendszereket tesz magára. Ettől szép talán. És hogyha ilyenkor beszélek róla, akkor olyan barátságosan mosolyog, úgy szeretem. Szóval basszus gitárnál, hölgyeim és uraim, az utánozhatatlan Fábri András Music Man György. Nagy tapsot neki! Billentyűk, hölgyeim és uraim, billentyűk és színpadi mozgás. A zenekar legfrissebb tagja, még olyan friss, hogy még kőzölög itt a színpadon. Ő ma voltál fodrásznál, Gézom? Igen, Gézom, ma reggel elment fodrászhoz a koncert tiszteletére, szóval nagy tapsot a frissen fodrászolt hajú, csodálatos Sárvári Géza Zsoltnak! Számunk egy népdalfeldolgozás. Küldeni a napra a zenekarnak, már hallottam tőlük a interneten. Szomorú az idő, nem akar változni. Nagy átok van rajtam, miért tudok szeretni? Szeretni nem tudok. Egy csomót áradoznék magamról, hogy milyen jó fej vagyok, meg hogy én is erről fodrász, az igaz. Saját magam nyírom a hajamat, na mindegy. Szóval nagyon szeretném megköszönni a meghívást az A38 hajónak, nagyon szeretném megköszönni a színpad környékén dolgozó embereknek a nagyon jó munkájukat, nagyon király munkafeltételek vannak, köszönjük szépen, keverő mindenki. Nagy tapsot megérdemelnek, így van. Aztán még Kovács Péter Bedlamnak, aki elintézte nekünk ezt a koncertet, ezt szintén szeretném megköszönni, és szeretném megköszönni ezeknek az arcoknak, itt a színpadon engem elviselnek, ami egyáltalán nem könnyű dolog, hogy ismernek, tudják. És hát akkor én vagyok a zenekar legnagyobb pofájú tagja, vagy mit lehet még volna elmondani? Gitárok, ének, Kónya, Levente József.